Szabolcs megye középső részén Újfehértó határától Máté Szalkáig jelentős károkat okozott a tavaszi fagy a gyümölcsös kertekben. Akár 90%-os terméskieséssel is számolhatnak a Nagykáló, Balkány, Nyírbátor környéki gazdák. Az április végi fagyok a megyét is mozaikszerűen érintették, a Beregi térséget megkímélte a hideg időjárás. A szakemberek szerint 15 napon belül azért kell jelezni a káreseményt, mert a fagy által okozott sérülések azonnal láthatók, később azonban a növény regenerál. A kárbejelentés a megyében is folyamatos. Arra szeretnénk felhívni a fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők figyelmét. Fagykár, illetve bármilyen elemi kár bekövetkeztét követő 15 napon belül a mezőgazdasági kockázat kezelési rendszerbe nekik be kell jelenteniük az őket ért elemi kárt. Na most azok a termelők, akik még az egységes kérelmet nem adták be, ebbe a rendszerbe csak akkor tudnak belépni, hogyha először az egységes kérelmet beadják. Iparkodjanak az egységes kérelmüket úgy beadni, hogy a 15 napos kárbejelentési határidőbe bekerüljenek. Ellenkező esetben sajnos elképzelhető az, hogy elesnek a kárenyhítési jogosultságuktól. A kárenyhítési alapban 24 milliárd forint van, amiből azok a gazdálkodók kapnak támogatást, akiknek a vesztesége minimum eléri a 30%-ot. A valódi veszteség, hogy hazai alma nem lesz idén a piacon, a magyar almát most is alacsony áron értékesítik a gazdák, mondta 35 perc című műsorunkban Takács Ferenc, az Észak-Kelet-Magyarországi Alma és Egyéb Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke. Láthatjuk, hogy az almának például az ára az milyen értékek között ingadozik, tehát nagyon nehéz megbecsülni azt a kilónkénti árat, amivel mondjuk ezt a káreseményt értékelni lehetne, hiszen tavaly össze viszonylag jó árak voltak, viszont a betárolt gyümölcsöt most alig tudjuk eladni, és nagyon nyomott áron értékesül. Akár 20-25%-kal is többe kerülhet a gyümölcs. Az európai almatermés is megsindi az idei tavaszi fagyokat.